Vissza is tértünk a második mérkőzéssel. Hát tele vagyunk technikai problémákkal, de ez már csak a megszokott. Kori most egy kicsit úgymond leült a kispadra, viszont csatlakozott mellém a kommentátori állásba. Racsni! Hello mindenkinek! És a következő mérkőzés, ami majd jön, a Vapetrash, illetve a Whitehounds összecsapása. Nézzük is meg a statisztikáikat. Tehát jelenleg a tabellán elfoglalt helyezés alapján a Vapetrash jelen pillanatban, jól látom, a harmadik helyen áll, bár a tournament negyedik helyre írja őket, de csak azért, mert az Elite Sports egyet több mérkőzést játszott, míg a Whitehounds jelen pillanatban holt versenyben áll United Ball Chasers-szel a hatodik helyen. És igazából itt a Whitehounds-nak úgymond kötelező a győzelem, hogyha szeretnének egy lépést tenni a bennmaradás felé. Viszont még egyszer fognak játszani mai nap folyamán, így talán annyira nem lenne nagy vész, hogyha itt most veszítenének, viszont talán egy érvágás, nem itt tippelsz? Hát... Nagyon sok minden nem tudok tippelni. Talán majd a lövések száma fog dönteni a meccsen. Igen, azért a Vapetrash eléggé offenzív felállásban is tud játszani, hogyha szeretne, és miért ne szeretne. Hát igen, a Vapetrash úgy össze van rakva, mint egy jó szendvics. Hát se hallottam még így. Ezt elrakom. Minden esetre itt a védelemre kell nagyon figyelnie majd a narancs csapatnál, ugyanis az előző fordulóban például a Racketeers ellen az egy nagyon sebezhető pontja volt a most jelenleg narancs színben játszó. Na. Matthew Hart. Slashy. Teszik az épre. Shoestix, misszel. Vendel. Makos. Próbálja. Bocsánat, én is. Mondjad. Shoestix. Indítja a támadást. Kontraszat állna Whitehounds. Vendelnek kell figyelnie. Makos, hoppát, egy double miss. Isler ott van és ki tudja őket segíteni. Isler még mindig. Kicsikét kár volt, Tischer beközépre, nincs ott repottás. Shoestix lesz a labda. Adja középre Vendelnek. Vendel inkább azt mondja, hogy nem megyek rá, nem merek. Makos, ez egy szép mozdulat, de Vendel véd. Nagyon szép védés volt. De még nem lélegezhet fel a kék csapat. Tischer középen elütik előle a védő. Már a továbbis támadásban a narancs csapat, viszont Vendel talán egy kírrel, kicsikét lélegzetvételnyi szünethez juthatja saját csapatát. Hú, mi volt az a ground pinch? Makos. Shoestix-i a labda. Elkezdik rá egy Tischner. Igen, Vendel. Ákos mehet, jól viszi el, de ott van Mákos. Slashy. Ja, nem tudom, nem játszik úgy ez a Vapetrash, mint a korábbi fordulókban, mint hogyha kicsit meg lennének illetődő, vagy nem. Lehet nem volt meg az a légbeömelegítés. Ki tudja. Ákos adná be. Tischler repül. Viszont inkább csak felszabadítani tud. Ákosnak viszont az egy jó passz lehet. Slashy. Mindig szépen vihetné, de ott van Ákos. Hát Vendel elméri, érkezhet a véd, támadó. Shoestix véd. Tischler teszik középre. Nem túl sok sikerrel. Slashy. Én sokkal offenzívabb a Vapetrash ellen a Whitehounds, mint az ellenfelük. Igen. A mérkőzés előzetes forgatókönyv nem ezt ígérte, legalábbis meg a tabellán nem foglalt helyezések sem. Mert azért halka hozzátenik például a Whitehounds, a jelenleg élóvas, hivátlan mérlegel élóvas. Rocket Eagles ellen nagyon imponáló játékot nyújtott. Egy az egyben Shoestix tud figyelni. Igen. Közben így pingpong megy. Meccs közben. Ákos. Ákos a jobb szélen. Átveszi tőlem Ákos. Beközépre érkezhet a Tischler, nem? De beérkezett is. Shoestix. Nincsen boostja, de meg tudja csinálni azt, hogy belövi középre. Igen, egyébként
Amióta megjegyeztem, hogy mintha maga alatt játszana a Wave Thrash, azóta, mintha egy kicsit offenzíva formájukat vették volna föl. Lehet csak az ismerkedési fázisban vannak még. Ahogy szoktam volt mondani. Igen. Vendel. Adnák középre, de ott vannak a narancsvédők. Meccskép alapján szerintem egy gólos lesz ez a találkozó. Igen. Veszélyesen beúló a labda, Susix. El lehet tud ütni, és emiatt nem tudja magas gólra váltani. Vendel. Susix. Vendel. Indítja meg a kék támadást. Az még akár jó is lehet. Slashy, beadnák középre. Szép passz, gól! Itt ennél a helyzetnél lehetett érezni egyébként, hogyha túlságosan kitámadt volna a narancscsapata, és ezt ki is használja a kék. 1-0. Tud-e erre válaszolni a Whitehounds? Még nincsen minden veszve. Lehet meg tudják csinálni a narancsok. Susix, egy távoli lövés, inkább pattintva volt, viszont Slashy az üres kapu, 2-0. Amúgy pont fölbírtam, mondjad. Vajon 4 perc alatt fölbírják-e hozni narancs csapat? Pont ezt a kérdést akartam is feltenni, hogy szinte az egész mérkőzésen a narancs csapat támadott, viszont egy kontrába szerezte meg a vezetést a kék csapat, és utána a középkezdésből meg is duplázták. Ez olyan mennyire roppantja össze a vétrest? Wave Thrash ellen a Whitehounds-ot. Tischler. Ákos elüti előle. Ákos, nem jó a flick. Slashy még egy utolsó gól. Talán. Hát talán utolsónak, nem is utolsó, de igazából az első meccset eldöntő gól. Igen. Kitámadni kényszerült a Whitehounds, és végül megbosszulta magát. 3-0. És egy kis statisztikai érdekesség, a mai stream során narancs csapat még nem szerzett gól. Pedig ez már a második West of 3. Azért ez egy érdekes közvetítés lenne, hogyha az egész napot csak a kék csapat bolyait kísérnek. Végig hú, igen, majdnem ott lett a negyedik is, de végül is nem lett ebből találat így. Az első game a Wave Thrash-é. Én fura látni ezt a mérkőzést, úgy értem, hogy szinte az egész mérkőzés, legalábbis az első gólig a Wave Thrash tér felén zajlott. Utána viszont egy kontrából talán feleslegesen is kitámadta Whitehounds, és ebből szerezte meg az első gólját. Wave Thrash, amiből szinte menetrendszerűen jött a többi. Legalábbis azt szerintem mindent elmond, hogy az egy perces órálásig még 0-0 volt, és úgy lett 3-0 ennek a mérkőzésnek a vége. Lehet most jobban összeszedik magukat, lélekbe, agyilag, játékba, skillbe, narancs játékosok magukat. Kíváncsian várom, hogy ezek közül melyik sikerül majd. És egyébként erre a Wave Thrash-re azért jellemző. Wave Thrash-re? Miért mindig Wave Thrash sokat nem mondok Whitehounds helyett? Szóval a Whitehounds egész eddigi szezonban, ó, mekkora összjáték, Slashy kapufája, viszont nem eredményez volt. Azt akartam mondani, hogy az egész eddigi szezonban Whitehounds talán hasonlóan játszott, egyetem, hogy volt, hogy jobb formát is tudtak nyújtani, mint bármely ellenfelük, viszont a gól az elmaradt. Igen. És talán az ő formájuk az, ami nagyon jól bemutatja ennek a játéknak a szépségét, hogy lehet bármilyen szép a statisztikát, kevesebb gólod van, így jártam. Makos. Veszélyes. Slashy. Vendel. Pillanatra, és Vendel fejezi be, 1-0. Szépen bedánkolt ezt a labdát. Igen. Ott az a clear nem volt teljesen jó. Slashy tudja felütni a backboardra, és még egy szép dunk Vendel, 1-0. Ugye egy dunkot lehet szépnek nevezni. Be tudna innen tápászkodni, vajon a narancsapat.
Mi? Mondjad. Jaj, jó. Susix. Vendel adja középre. Slashinek. Az de szépen csinálta, de Slashy nem tudja góra váltani ezt a helyzetet. És ebből talán kontrázhat, no, narancs csapat. Vendel 2-0 helyette. Úgy néz ki, hogy nem csak a kommentátori development az, ami kíséri ezt a mérkőzést, hanem az, hogy szinte kontrából lövi csak a gólokat a Vértes, bár azért el kell ismerni, hogy most letámadások sokkal eredményesebb. Nem tudom, hogy látod. Pontosan így, ahogy mondtad. Tischler próbálkozik egy beadással. Inkább azt mondja, hogy misszelem a labdát. Vendel. Makos. Vendel. Slashy. Ákos. Vendel adja előre egy kék játékosnak, de nincs senki érkezőre. Makos. Most talán a saját labjára mehetne, de Slashy jól támadja le. Most ezen a mérkőzésen talán az, aki Makos, mint hogyha próbálna, hogy legalábbis fel tudja venni a ritmust kék csapattal. Hú, Susix, az de szépen csinálta, de odaér Ákos. Tehát Mákos az a talán fel tudja venni itt a ritmust a kék csapattal, de hogy Ákos és Isler még keresni a formáját. Makos beközépre. Ákosnak az jól, nem mind a két narancs játékos mellé ugrik. Mákos. Ő egy gólt. Így van. 2-1. Most már a narancs csapat statisztikában lőtt egy gólt. Igen. De ez milyen gól volt? Ott Susix... Hát az egy pulsát volt. Makostól 2-1. Visszajön a mérkőzésben a narancs csapat. Makos. Próbál tisztázni. Nulla boosttal, nem igazán jön ez össze neki, de Susixot így is meg kell zavarni. Schler. Hát, ez inkább clear volt, mint sem beadás. Ebből kontrázhat itt is két csapat. Ugye milyen nehéz szó? Igen. Egyébként Wendell szerintem nagyon szoros barátságot kötött azzal a keresztléccel, jól hiszem a harmadszorra találja telibe. Próbálná Tischlert adni. Tisztáz. Nagyon sokszor támad ki a Whitehound Zulmányt, úgy értem, igen, hogy nagyon üresen hagyják a kapujukat, akkor is, amikor nem kéne. Ákos, most viszont a gólja úta, el tudja szorítani a kék csapatot Whitehound, legalábbis ebben azt mondanám, hogy ugyanazt láthatjuk, mint az első mérkőzés első felében. De legyen az egyben Tischler mekkora fék, de Mákoson már nem tudja átjutámozni magát. Slashy. Próbálja beadni középre. Susix. Egy perc. Slashynek. Inkább bumpra ment, de ez nem jött össze. Makos előre. Susix ott van. Tischler beadná. Ez csak védő van. Mindig a támadások utolsó fogaskereke az, ami hiányzik a narancscsapatnál. Vendel egy flip-szettel. Inkább szép volt. Susix. Susix. Nem lesz ebből gól. Tischler. Megpróbál tisztázni. Nem igazán jön össze. Ákos. Egy double commit clear. Tischler kapott egy bumpot saját csapattársán, de Ákos mehetne. Susix. Lesz abból esetleg egy harmadik gól? Nem, Makos kivédi. Érkezik, de, nincs talán abból még gól. Nézzük, ki tudja harcolni a hosszabbítást a narancs csapat? Tischler nem tudja eltalálni. És ezzel 2-0 arányban a Whitehounds ellen a Vépressé. A három pont, és ezek a W csapatnevek az őrületbe kergetnek. Igen.
A White Hounds nagyon szépen védett statisztikailag. Már nem mintha figyeltem volna, hogy védtek volna. De a túl sok lövést nem tudta hárítani. Még így is. Mondjad. Még így is nem tudta hárítani. Igen, azért az mondjuk érdemes megfigyelni, hogy mennyi? 11 lövése volt a Wave Trashnek, ebből 2 lett gól, viszont 7-szer kellett hárítani a narancs csapatnak, tehát a védelem azért az úgy megvolt, viszont ez a két korai bekapott gól, az talán mintha megpecsételte volna ennek a találkozónak a sorsát. Megmerem kockáztatni azt is, hogy ha azon az első mérkőzésen a helyzet kihasználása csak egy kicsit pontosabb, akkor nem biztos, hogy most ez 2-0 arányban a Wave Trash nyerte volna meg. Igen, de lehet közben egyébként a White Hounds lehet a következő meccsre készülődik. Igen, ahol ráadásul viszont az előző mérkőzésre látott United Bolt Chasers ellen fog játszani. Mind a kettő csapat 2-0 arányban kapott ki. A United Bolt Chasers ráadásul az első meccsre látott Elite Sports-tól, úgyhogy érdekes összecsapás lesz ez. Ahol viszont a vesztes valószínűleg kiesés ellen menekülhet a folytatásban.